Az egyik legérdekesebb párharc, azt gondolom ez. Az Ajax kezd ugye elméletileg hazai pályán, de tényleg nagyon óvatosan kell már fogalmazni itt ezekkel a dolgokkal. Meg. Sziasztok, én Haraszti Ádám vagyok, a Sport TV riporter, és úgy tűnik, hogy vannak még olyan alapvető dolgok ebben a videós játékban, amiket még nem nagyon tudok megugrani, de... Na mindegy, hát nem is biztos, hogy ez baj, hogy így alakult, ugye azt ígértem nektek a BLS videó végén, meg már korábban is, hogy ugye megint lesz majd az Európa Liga sorsolásról is videó, de egy kicsit másképpen, vagy megcsavarva, mint legutóbb. Hát végül is sikerült ugye felvennem megint magát a sorsolást, most egy másik kamerával, meg másik kameraállásból, ahogyan közvetítettem, és az lett volna, hogy a terv, hogy aztán meg szépen bemutírozom magamat a képenek a másik oldalára, ahogyan beszélek ezekről a párosításokról, és akkor ezt, ezzel összevagdosom. Hát úgy tűnik, hogy amit egy TikToker megold egy telefonnal, azzal nekem még vannak problémáim egy 4 kamerával is, de se baj, jó tapasztalat volt, tanultunk a vereségből és készülünk a következő mérkőzésre. Hagyjuk is a picsogást, foglalkozunk inkább az Európa Liga párosításaival, mert hogy megvan ugye a sorsolás most már itt is egészen a döntőig kialakítva. Granada Manchester United, ez volt ugye az első párosítás, amelyet Gajak kiúzott. Elég egyértelműnek tűnik a helyzet, ráadásul ugye a United játszhatná a visszavágott hazai pályán, hogyha ez egyáltalán lehetséges lenne, majd mindegy, tehát itt most akármi legyen, a Unitednak, ezt gond nélkül be kell húznia. Ha Milánt sikerült végül is kiejteni, akkor a Granadának sem kellene, hogy túlságosan nagy kívást jelentsen a számukra. Persze a Granada sem lebecsülendő, na, hagyjuk is, mindegy, United. Az árzonál is belenyúlt a Tutiba, végül is, ha azt veszük, hogy a Szlávia-Prájával játszanak. Bár ők ugye otthon játszák az első mérkőzést, vagy ők a pályaválasztók az első vagy látjuk, hogy ezzel is mi lesz. De a Szlávia egyáltalán nem lebecsülendő. Tehát, hogyha megnézzük eleve, ugye a Leszter végül is az árzonál előtt áll a táblázaton, mégis képesek voltak kiesni a Szláviával szemben. Egyébként is megmutatták már a korábbiakban is, hogy az Európa-Ligában igenis komolyan számolni kell ezzel a csapattal, hogy nem lesz egyszerű dolga az árzonának. De az is kiderült azért itt az utóbbi hetekben, elég csak itt a Benfica elleni párharcra visszagondolni, hogy igenis az Árzanár is komolyan veszi ezt a sorozatot. Uh, ártatának egyébként is a kupa sorozatok, látszs Defi győzelem a Manchester City-vel szemben is. A Chelsea-t is kihetették, ugye akkor, abban a szezonban. Szóval fekszenek neki tűnik az ilyen jellegű kihívások. Oké, okay, ez egy két meccses párharc, de akkor is. Na, szóval... Uh, az Árzanálnál komolyan gondolkodnak ebben az európai Liga győzelemben, úgy tűnik, szüksége is lenne rá a csapatnak, mert ugye egyébként sok esélyük nem lesz arra, hogy a következő szezonban bármilyen nemzetközi meccset játszanak, és hát nyilván persze a szurkoló beszél bennem, de ezt meg kell csinálni az Árzanálnak. Nem lesz egyszerű, mondom, tehát én itt azért adnék erőteljesen esélyt a Szláviának is a továbbításra, legyen mondjuk ilyen 60-40 az Arsenal javára, de én azt mondom, hogy ők mennek tovább. És akkor jön tényleg a legérdekesebb párharc. Az összes közül Ajax, as Róma tényleg itt áll talán a legközelebb egymáshoz a két csapat, hogy ezt tűnik elsőre tényleg a legizgalmasabb párosításnak. És a Róma is megmutatta az utóbbi hetekben, tehát azért a Braga és a Sáktár Donetsz kelleni hogy nem szabad lebecsülni, nem az utóbbi tényleg aztán különösen komoly fegyvertény Fonseca csapatától. Nekik azért vannak még céljaik ugye a bajnokságban, és szeretnének odaérni a bajnokok ligáját érő negyedik helyre, hogy aztán ez összejönne vagy sem, az megint egy érdekes kérdés. Van egy olyan tippem, nem tudom, hogy mi a döntés még azzal kapcsolatban, hogy melyik meccset fogjuk közvetíteni. Nyilván a józanész meg itt a kereskedelmi televíziós fej az azt mondatja, hogy a Granada United párosítást kell mutatnunk majd oda-vissza jó eséllyel. De hogyha esetleg mondjuk ott az első meccsen egy sima Manchester győzelem lenne a Grand Rába szemben, akkor talán a visszavágóját megmutathatjuk majd ennek. De hogy ki megy tovább? Legyen a Róma! És akkor utolsóként ott van a Dinamo Zagreb párosítás. A Dinamo ugye megfordította a Tatanem elleni párharcot komoly bravúr, azért tehát azt gondolom, anélkül, hogy akarnék még itt bármikor rúgni Zsózéba meg a kis csapatába. A Dinamo Zagreb is megmutatta, hogy komolyan kell őket venni már nem csak az idén a korábbiakban is, itt az Európa Ligában is, a Bajnokok Ligájában is, aztán, hogy itt ez az edzői körüli sikkasztásos történet mennyire veti őket vissza a továbbiakban, az megint egy érdekes kérdés. De a Villarreal Unai Emeryvel, aki aztán tényleg ugye ennek a sorozatnak a specialistája, ráadásul ugye elméletileg hazai pályán játszhatják a visszavágót. Nem lesz egyszerű feladata a Dinamo Zagrebnek, és azért azt gondolom, hogy itt szépen lassan véget is kell, hogy érjen számukra ez az út, és hát ez azért is lesz nagyon izgalmas, mert mindjárt mondom, hogy hogyan folytatódik ugye itt az ágrajza továbbiakban. A Granada United párosítás győztese játszik, ugyanis majd az elődöntőben az Ajax roma tovább tehát én azt mondtam, hogy United Rómának kell itt lennie ebben a párharcban, az barom érdekes lenne. Van anekdotám arról a bizonyos Manchester United roma mérkőzésről, amikor ugye hetet rugott a United az Old Traffordon, hogyha összejön ez a párosítás, akkor ezt is megosztom majd veletek. És akkor a másik ágon pedig ugye összejöhetne egy árzenál Villareal párosítása a júnai emberi személye miatt. Nagyon érdekes, most akkor megint a másik érdekes kérdés, hogy játszhat-e spanyol csapat majd Angliában, vagy játszhat-e angol csapat Spanyolországban annélkül, hogy hazafelé karanténba kéne kerülniek. Na mindegy, barom érdekes lenne látni ugye Unai újra az Emirates-ben, úgyhogy már csak ezért is e, csorgatnám a nyálamat nagyon. Egy ilyen párharcra valószínűleg ez fizikailag nem tud megvalósulni, de tud találkozni egymással a két csapat. És hát igen, e, melyik csapat menne tovább ebből a párharcból? Jó, hát muszáj árzenát mondanom, nem? Úgyhogy akkor ez azt jelentené, hogy, ja, hogy nem mondtam, hogy a United-et gondolnám további a United Róvából, szóval lehetne egy Manchester United Arsenal döntő az Európa légában, megint egy teljesen angol párharc, mint amikor legutóbb ugye az Arsenal döntőbe jutott. Igen, ezek a tippelgetős videók mindig nagyon érdekesek, hogy akkor az ember egyáltalán mire alapozza a véleményét, meg stb. De hogyha egy Manchester City-t le tudod győzni az Arsenal egy FA döntőben, akkor miért ne tudna legyőzni egy Manchester united az Európa Liga döntőjében? De én tényleg hiszek ebben egyébként, tehát az a kupa menetelés azért azt mutatja, hogy Arteta érzi ezeket a feladatokat, meg meg tudnak jelenni a keményebb golyók is a játékosainak a lábai között ezeken a mérkőzéseken. De ügyén fogok kinézni, amikor kiestek már itt a Szlávi ellen, na mindegy. Szóval akkor jósoljuk azt, hogy az Árzanál nyeri az Európa Liget, és a keggyőzelem után, bő 20 évvel ismét sikerül egy Európai Kupát szerezniük. Hú, van az majdnem 30 is, de kiszámolja. No hát ennyit akkor az én Európa Ligás tippjeimről, meg a mostani sorsolásról. Ha van bármilyen kérdésetek az itt elhangzottakkal kapcsolatban, illetve nem egészen egyezne a véleményetek az enyémmel. A különböző párharcokban azt mindenképpen írjátok meg Léci a kommentek között, hogyha tetszett a videó, nyomjatok rá a lájkra, és hát természetesen lesz folytatás majd itt az Európa Ligában is a következő körben, hogyha megvan ezeknek a párharcoknak a végeredménye. Illetve amit a folytatást illeti, a legtöbben itt a sportriporteri munkákkal kapcsolatos videóimban arról kérdeztetek, hogy én miképpen készülök a különböző mérkőzésekre, ne Isten más sportágakra, úgyhogy ezzel is mindenképpen szeretnék foglalkozni itt a közeljövőben. Megnyakunkon a baseball szezon április 1 jön az új évad, rengeteg meccset fogok közvetíteni belőle majd Barta Zolival felváltva ülünk ott a kommentátor fülkében az MLB mérkőzéseken, úgyhogy mindenképpen szeretnék ezzel is foglalkozni még itt a csatornán. Ha ezekről sem szeretnétek lemaradni, akkor is tessék a feliratkozásra nyomni. Köszi viszont, hogy itt voltatok, és megnézitek ezt a videót. Sziasztok!